Péntekre Afganisztán második és harmadik legnagyobb városát, Herátot és Kandahárt is elfoglalták a tálib felkelők. Komoly harcok nem folytak, a kormánycsapatok megadták magukat, a vezetők nagy része pedig elmenekült. Elemzők szerint akár néhány hónapon belül a főváros is elesett, ami várhatóan milliós menekült hullámot indíthat el Európa felé. Herát fellegvárat nemrég újították fel, és az éledező afgán turizmus egyik ékkövének szánták. A várba most tálib felkelők néznek be, Herátot, az ország harmadik legnagyobb városát is elfoglalták, ugyanis az iszlamisták. Ahogy bevették Kandahárt is, a második legnagyobb várost, szórványos lövöldözés volt csak, a kormányzati tisztviselők és a fegyveres erők tisztjei inkább gyorsan elérték az utolsó repülőgépet, amelyik még a tálibok érkezése előtt indult a városból. Aki maradt, megpróbál együttműködni az új vezetőkkel. Remélem, a tálib testvérek a béke légkörét teremtik majd meg, és biztonságot hoznak a városba, mondta a város volt milícia parancsnoka is, aki az utolsó pillanatban adta meg magát. A tálib offenzíva akkor kezdődött, amikor az amerikai csapatok többségét kivonták az országból. Azóta a muszlim szélsőségesek megállíthatatlannak tűnnek. Jelenleg a 34 tartományi fővárosból 12 van a kezükön, köztük Gazni, alig 130 kilométerre Kabultól a főút mentén. Bár korábban lincselésekről és az eddigi hatalom segítőinek kivégzéséről is érkeztek hírek, a tálibok ahova bevonulnak, ott igyekeznek nyugtatni a lakosságot. A hivatalnokoknak menlevelet adnak, és azt kérik, minden folyjon a megszokott mederben. Ígérik, a nők is kimehetnek majd az utcára, persze szigorúan csak burkában. A lakosság pedig már belefáradt a közel fél évszázadnyi polgárháborúba. Annál, ami eddig volt, minden jobb. Olyan szintű volt a bizonytalanság, hogy teljesen megállt a munka. Az emberek nem jártak boltba. Volt, hogy korábban bezártunk, annyira nem volt vevő, mondja egy heráti cipőkereskedő. A főváros Kabul még kitart. A kormány jelenleg azt kommunikálja, hogy oda és az északi Mazar-i-Sharifba vonja vissza a biztonsági erőket. Ide menekülnek azok is, akik nem hisznek a táliboknak, és félnek attól, hogy a békés átmenetről szóló ígéretek helyett újra igazi rémuralmat vezetnek be. Sok tízezren gyűltek már össze a fővárosban, és ha Kabul is elesik, ők minden bizonnyal tovább menekülnek, valahová külföldre. Az afgán kormány pedig közben Dohában igyekszik megegyezni a tálibokkal. Egyre nagy lelkűbb ajánlatokat tesznek, csak hogy elkerüljék a végső összeomlást. Az iszlám szélsőségesek azonban eddig minden ajánlatot visszautasítottak. Nem részesedést akarnak a hatalomból, hanem az egész ország feletti uralmat. Az Egyesült Államok időközben már utolsó állampolgárainak kimenekítésén dolgozik. 3000 fős katonai kontingens érkezik hamarosan, hogy biztosítsa az amerikaiak távozását. Thank you, may God bless you. Joe Biden elnök egyszerűen kivonult a sajtótájékoztatójáról, és nem válaszolt azokra a kérdésekre, hogy mik is a tervei most a közép-ázsiai országgal, a külügyminisztérium pedig kínos magyarázkodásba kezdett. Ez nem menekülés, nem kiürítés, nem totális kivonulás. Csak a civil lábnyomunkat csökkentjük. Lesznek amerikaiak, akik máshonnan is képesek lesznek majd ellátni a feladatukat, otthonról vagy a régió más országaiból, magyarázta a külügyi szóvivő. A többi nagyhatalom viszont már az amerikaiak utáni időszakra készül. Kína, Oroszország, India és Törökország egyaránt készen áll, hogy betöltse az amerikaiak távozása után keletkezett űrt.